2003-ban Jonathan Burnor az erőemelés nemzeti bajnoka lett, de ezt megelőzően az egyik legnagyobb drogdíler is Long island -en. Pénz, hatalom, tisztelet, ezek motiváltak abban, hogy drogot áruljak. Ez az utcai mentalitás. Jonathan szülei elváltak, amikor fiatal volt, ami tátongó űrt hagyott a szívében. Nagyon jól emlékszem arra a napra, Anyám és apám veszekedtek, majd apám elment otthonról. Én a mosókonyhában voltam a kutyámmal, és csak zokogtam. Nem jött vissza. Jóban voltunk egymással, nagyon kötődtem hozzá, és szörnyen hiányzott. A gyerekek folyton piszkálták, mert családja szegény volt. Jonathan irigyelte a többiek szebb játékait és ruháit, aztán tett érte, hogy neki is legyen. Betörtem a szomszédokhoz, amikor dolgozni voltak, és elvittünk tőlük ezt-azt. Ettől nagyon keménynek éreztem magam, aztán jött a drog. Jonathan 14 évesen érdekelni kezdte a súlyemelés. Ereje növekedése egyfajta magabiztosságot adott neki. Volt egy srác a környéken, aki kiskorom óta utazott rám. Egyszer a házunk előtt voltunk, és megint piszkált. Egy másik srác is ott volt, és elszakadt a cérna. Utána mentem, és levágtam a földre. Ekkortól kezdtek megváltozni a dolgok, ami a gúnyolódást illeti. Folytatta a drogárusítást is. Kimaradt a középiskolából, és Long Island egyik legnagyobb drogdílere lett. Kapcsolatai az egész országra kiterjedtek. Marihuánát, kokaint, extazit, szteroidokat árultam. Volt egy betörő bandánk is. Drogdílerként férfinek éreztem magam. Úgy éreztem, hogy hatalmam van és tisztelnek. Ekkoriban Jonathan édesanyja megtért. Fiának is beszélt Jézusról, azonban rá semmi nem gyakorolt hatást. Elvitt a gyülekezetbe, folyton Jézus Krisztust hozta fel. De az életemnek abban a részében nem akartam Jézushoz megtérni. Tudtam, hogy meg kellene, de nem akartam. Még mindig tinédzser volt, amikor letartóztatták kábítószer terjesztéséért. Nem bánta meg, amit tett, de az csajnálta, hogy anyjának csalódást okozott. A nagybátyám rendőrtiszt volt, és amikor végzett a körzetében hazavitt, ahol az anyám megállás nélkül csak zokogott. Furdalta lelkiismeret. Egy-két hétig tisztán éltem, de ennyi volt jonathan feltételesen szabad lábra helyezték, de ahelyett, hogy leállt volna, megesküdött, hogy soha többé nem fogják újra elkapni. Tudta, hogy a rossz utat választotta, de nem tudott megállni. Időnként rám tört, hogyha most meghalok, a pokolba kerülök. Mindenemmel lázadok Istennel szemben, nem csak a drogozással, de az egész életemmel. Bűnös vagyok, de akkor ez még nem volt elég, hogy térdet hajtsak. Időközben szenvedélyévé vált az erőemelés. Versenyeken is indult, és tanulmányozta a sportág legjobbjait. Kaptam egy újságot, amiben volt egy fickó, egy bizonyos Mike Hall. Abban az időben ő volt a legerősebb a világon, és keresztény volt. Emlékszem, ahogy olvastam a cikket, ez szíven ütött. Az igen, hihetetlen, ez az ember iszonyú erős, és szereti Istent. Ez új képet adott Jonathannek a kereszténységről. Isten egy olyan sportot használt, mint az erőemelés, hogy lágyan tartsa a szívem. Az edzőteremben néha sírtam, vagy sírhatnékom volt, mert úgy éreztem, hogy Isten azt mondja, azért alkottalak, hogy ezt az én dicsőségemre csináld. Mindez még nem volt elég Jonathannek, hogy megváltoztassa az életét, ám besegített egy betegség. Elkezdett fájni a gyomrom, nagyon rossz volt, ezért elmentem a kórházba. Mindenféle vizsgálatot végeztek, és végül hasnyálmirigy gyulladást állapítottak meg. A helyzet nem volt bíztató. Az orvosok ilyenkor folyadékokat adnak és infúzióra kötnek. Enni nem lehet. Ezért az ember gyengülni kezd, és más betegségek is megtámadhatják. Miután az orvosok megvizsgálták jonathan ő is elkezdte vizsgálni magát. Minden, ami számított a pénz, a tisztelet, a hatalom, az utcai közeg. Ami egykor édes volt, most keserű lett. Halandóságával szembesülve fordulóponthoz érkezett. Úgy éreztem vége az életemnek. Ennyi. Meg fogok halni, vagy ez a törékeny, evésképtelen, szenvedő fickó leszek életem végéig. Nagyon elkeseredtem. Felmentem a kórház tetejére, és imádkozni kezdtem. Jézus, tudom, hogy élsz, és ha meghalok, Előtte értet kell élnem, mert ez örökké súlyjal nehezedik rám. Ezért most átadom az életemet. Kiengedték a kórházból és hazaküldték, ami ezután következett, még őt is meglepte. Eltelt pár nap, és vártam, hogy visszatérjen a rettenetes fájdalom, de nem jött. Elmentünk az anyámhoz. Azt mondta, vacsorázzunk. Én meg ránéztem. Anya, azt hiszem, Jézus meggyógyított a gyulladásból. Rám nézett, fiam, én is így gondolom. Jonathan több mint tíz éve fájdalom és tünetmentes. Feleségül vette Nikit, és most a fiúkkal támpában élnek. Jonathan még mindig versenyez, és arra használja az emelvényt, hogy Jézusról beszéljen a fiataloknak. Vele ég romlott voltam, de Isten mégis meggyógyított. És ami még fontosabb, a szívem is meggyógyult. Új szívet kaptam új vágyakkal. Isten így akarta, ő tudta, eltervezte, nagyon izgalmas az erőemelést az ő dicsőségére csinálni.